Most hát a Révület zenekar, mint minden kezdő rockzenekar, egy bulin alakultunk meg. Egy baráti társaság összeült, és sörözgettünk egy kicsit, és kitaláltuk, hogy csinálunk egy zenekart. Akkoriban még a felállás úgy volt, hogy Király Benjamin bátyám, ő volt a doboknál, Kovács Frigyes a ritmusgitáron, Bálint Norbi volt a basszusgitár, én pedig szólógitár is ének. Mire eljutottunk az első koncertre, addigra már is történt egy kis változás, mert egy basszusgitáros csere történt. Igazándiból a barátot váltotta. Bálint Norbert helyett jött Aradi Péter. Vele már huzamosabb ideig zenéltünk együtt, mert vele rögzítettük az összes eddigi anyagunkat, hangfelvételünket, ami igazándiból kettő gagyi demo és egy normális lemez, ami a Bunker Record kiadásában került ki. A jelenlegi felállás az pedig úgy van, hogy kicsit kibővültünk, és mondhatjuk azt, hogy basszusgitárevő a zenekar, mert Aradi Péter kivált végül is, és már a videoklippen az új basszerosunk Horváth Balázs látható. Ő a nővéremnek a férje, és még egy új tag, a Király Márti, ő pedig a nővérem. Velük még a Déva zenekarban zenéltem együtt. A kezdeti szövegek nagy részben a régi, az ős magyar múltról szóltak. Most már egyre jobban aktualizálódunk, és egyre jobban szólnak a dalok a jelenkor problémáiról, vidámságairól, mert vannak persze vidám dalaink is. Nyilván azokról írunk, amik minket is érintenek és megmozgatják a fantáziánkat. Hogy ez persze, hogy ezt a hallgatóság hogyan értékeli, ez mindenkinek a maga szíve joga, de megpróbálunk mi egy ilyen szelíd megfogalmazásban egy ilyen révületes állapotot teremteni az emberben, hogy egy kicsit elvonatkoztasson, kicsit kikapcsolja az agyát, és tudjon egy kicsit szórakozni. Tanulj, hogy az élet megfordítja szerencsédet, és szabad véded, de nem véd meg téged. És akkor megmérhetsz, sírhatsz, vagy nevethetsz, szerveidhez menekülhetsz. És akkor mindenki látja, saját véred is megmánja, hangod gyáva, bűnöd háza, összedől majd vad csapásra. Gyere csak gyere, itt állok készen, gyere csak gyere, tépd a vérem, szemed ég és topzol, vagy ürön, nincs menekvés a tisztító tűzből. Gyere csak gyere, itt állok készen, gyere csak gyere, tépd a vérem, szemed ég és topzol, vagy ürön, nincs menekvés a tisztító tűzből. Még annak idején a Coolhead Clan zenekarra volt az első turnénk, az egy nagyon-nagyon nagy turné volt még nekünk, mert hát fiatalok voltunk, nagyon kezdők, nagyon kiforratlan volt a zenénk, nagyon nem tudtuk, hogy mit akarunk. Sok helyen voltunk, akkor sikerült kijutnunk Felvidékre, Komárnóba. Az a koncert például azért érdekes, mert az előzenekar egy felvidéki zenekarral karöltve csináltunk egy bulit, mert a Coolhead Clan az végül is elment, valami összeszólalkozás volt az ottani tulajjal. Aztán végül is ők úgy gondolták, hogy ők akkor nem lépnek föl. Mi ebből nem csináltunk akkora gondot, mi úgy gondoltuk, hogy fellépünk. És igaz, hát 3-4 ember előtt, de játszottunk egy tök jót. A múltban azért nem voltak annyira kiemelkedően jó koncertjeink, mint mostanában, mert mostanában azért hál' Istennek sikerül jó bulikat adnunk. Ez abból is adódik, mert a zenekar egyre jobb, hát most már tényleg kiforrott, most már tudjuk, hogy mit akarunk, milyen stílust akarunk játszani, elég céltudatosak vagyunk, és ezt sok próbával próbáljuk még erősebbé tenni a zenénket. Igaz, hogy ahol lakunk, ott Érden, ott is nagyon jó hangulatú koncertek voltak, meg Budapesten is, de azt hozzá kell tenni, hogy természetesen ilyenkor a barátoknak a nagy része jön el a koncertre, és nem pedig az ismeretlen emberek, és Győrben pedig ott tényleg a kedves publikumnak a 90%-a az ismeretlen ember volt, és mégis ott maradt és végighallgatott minket, és utána nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk. Úgyhogy Győrben volt kettő ilyen nagyon-nagyon jó bulink, mind a kettő tényleg kiemelkedően jó volt. Nemrég ugyebár elkészült az első videóklipje a zenekarnak, a Tisztító Tűz című dal lett elkészítve képformájában, úgymond. Ez persze járt egy kis procedúrával, mert az Égi lemezen még a nővérem, Márti, ő még nem billentyűzik, csak egy darab dalban,
és a tisztító tűzdalon ő nem szerepel, ott nincsen nem működött közre. Utólagos munkával, egy kis korrigálással ő bemonult a stúdióba, feljátszotta gyorsan a billentyűt, felénekelte a vokált, és még az így elkészült anyagra vettük fel a videoklipet, úgyhogy ez a videoklip mindenképpen exkluzív, mert csak YouTube-on lehet meghallgatni ezt a formációt, és persze a Best of Rock FM-en lehet még ugyanezt a formációt meghallgatni. De maga a klip elkészítése az érdekesen zajlott, mert előtte lévő nap koncerteztünk éppen, és hát nem aludt sokat az egész banda. Basszusgitárosunk Balázs, ő még szerencsétlenül még aznap még dolgoznia is kellett, úgyhogy neki olyan dél 1-2 körül el is kellett mennie, de hát addig rá Istennek már befejeztük a dolgot, mert úgy beszéltük meg, hogy délelőtt megpróbáljuk lerendezni az egészet, és hát ez nagyjából sikerült is. Hát úgyhogy fáradtan és nehézkesen, de végül nagyon jó hangulatba telt az egész felvétel. Nagyon, nagyon élveztük, és reméljük, hogy még dolgozhatunk együtt a Wild Band-del, mert nagyon, nagyon jó volt velük dolgozni. Könnyen is Ripsrops meglett egy olyan jó kis klip, amit azóta is elég nagy vízhangot vert. Ezúton is köszönjük nekik. Kápti marja, kikaparja, vádló tekintetem, a város ordít, kölet szorít, görcsösen kezem. Vízzel közködő szúcső, mondja ki nevem. Felszólít érces hanggal, hagyja be helyem. Itt a vége, nézd az égre, büszke vére, igaz a tépe, győzelemre vezetve, végleg rendet szerepel. Jó lenne mindenképpen a következő lemezt is rögzíteni, mert már igazándiból már egy új anyag teljesen elkészült. Még megpróbáljuk kibővíteni egy-két dallal, de amúgy az új korong az végül is már készen van gyakorlatilag, csak föl kéne játszani. Mire eljutunk oda, hogy tényleg fel is vagyunk, az valószínűleg szeptember, október, akár novemberig is elhúzódhat. De mindenképpen érdemes lesz rá várni, mert egy kicsit más hangzásvilágban fog megszólalni az új lemez. Elkezdtem citerázni, és a citerát is belevisszük most már az új dalokba. Már kettő komplett, teljesen citerás dalunk van, amit már játszottunk is koncerteken, amit nagyon nagy lelkesedéssel fogadott a kedves publikum. Nem véletlen, mert nem mindennapi hangzás, nem sokan használnak ilyen hangszert. Elég nehéz és körülményes, de mindenképpen úgy gondoljuk, hogy megéri, mert ezáltal is sokkal színesebb lesz az egész. Hát pluszban még ott van azt, hogy a nővérem, ugyebár a billentyű és a vokál tudásával igencsak feldobja az egész zenekart. Koncerteken érezni igazán, hogy ott vannak a rajongók, és figyelnek, és tetszik nekik az, amit mi csinálunk. Örülnek, hogy egy ilyen zenekart meghallgathattak, mint mi. Reméljük, hogy ez így is marad, és tudunk értéket képviselni, értéket teremteni a zenénkkel. A zenekart el lehet érni ugyebár a www.révületzenekar.hu oldalon, és Facebookos oldalunk is van. A Facebookon látom én igazán, hogy mennyire aktívak az emberek, a rajongók. Hál' Istennek egyre sűrűbben jönnek mindenféle megkeresésekkel, hogy koncertezzünk itt, koncertezzünk ott, kérnek tőlünk lemezt, úgyhogy nyugodtan ránk lehet írni Facebookon, hogy esetleg valakinek póló kell, mert nemrégiben elkészült a vadonatúj póló is, kétféle színben van, meg női, meg férfi változatban is természetesen, úgyhogy nyugodtan lehet ránk írni, hogyha valakinek esetleg megtetszik. Azonnal postázzuk, ez persze vonatkozik a CD-re is, az EGL CD-re is. A zenekar meg keresi a kontaktot a koncerteken az emberekkel, úgyhogy reméljük, ez így körbeér, és majd így sikerül egyre jobban megismerni kölcsönösen egymást, és jókat bulizni.